Nekem elegem van abból, hogy végignézek rajtatok, akkor mindig az jut eszembe, hogy az volt az osztályrészünk, és ma is az, hogy ti, akik a legjobbak vagytok, a legtisztábbak és a legbátrabbak, ti vagytok azok, akiket üldöz a hatalom. Nektek kell állandóan azon törni a fejeteket, hogy hogy tudunk úgy segíteni a hazánknak, honfitársainknak, hogy utána ne kerüljünk börtönbe, ne minket hurcoljanak meg, ne járjunk életünk végéig a bíróságra, mert ezt csináljuk évtizedek óta. 2006 és 10 között azért voltunk sikeresek, mert le tudtuk rántani a leplet a hatalomról, hogy mi is ez a hatalom. Azokkal az utcai harcokkal, amik történtek. Tanultunk a hibánkból, mert akik learadták a babérokat, akik aztán begyűjtötték ennek a küzdelemnek az eredményeit, az a Fidesz volt és a Jobbik. A rengeteg civil kurázsinak, annak a bátorságnak, azoknak a mozgalmaknak, azoknak az embereknek, akik pont olyanok, mint ti, meg hát nagyrészt mi magunk voltunk azok az emberek, akik ott voltunk az utcákon. És jött Orbán Viktor, Vona Gábor, és pénzzé tette ezt a rengeteg önzetlen munkát, önfeláldozást. Ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy 2018-ra elvették a hitét a legtöbb honfitársunknak, és sokkal kevesebben maradtunk. Egyrészt fizikailag kevesebben vagyunk magyarok, tehát fogyunk, irgalmatlan gyorsan fogy a magyarság. Másrészt pedig ezek az áruló politikusok, akik a ti munkátokat vették el és váltották Júdás aranyra, ezek az emberek elvették a hitét annak a rengeteg magyarnak, aki ugyanolyan remek ember, mint ti vagytok. A mi lelkiismeretünk tiszta. Mi tettünk a hazánkért, tettünk a népünkért. Tettünk egy magasabb rendű célért, mint ahogy az őseink. Lehet, hogy nem kell beérnünk ennyivel. Lehet, hogy el kell jutnunk a győzelemig. Lehet, hogy én tévedtem 1996-ban 18 évesen. Lehet, hogy le lehet győzni ezt a borzalmas túlerőt. És ezt azért merem elmondani, mert 2018-ban egy lyukasgaras nem adtak nekünk sem, hogy mi eljutunk a parlamentig. És azért vagyok ott a parlamentben, hogy kormányozzuk. Lehetőleg minél hamarabb Magyarországot. Ez a célunk.